zászlófelvonással kezdődött a cserkészek kalandja Temerinben, majd az első csapatok rövidesen el is indulhattak a faluportjákra. Kapnak egy keletmesét, egy keletet az egész történetnek, kapnak egy térképet, és különböző állomásokat helyeztünk ki a térképen bejelölve, és ott különböző feladatokat kell teljesíteniük. Ahol felmérjük tudásukat, például elsősegélynyújtást, vagy például egy rémült asszonynál megmutatják neki a tájékozódást, hogy merre tud tovább haladni. Fontos az, hogy ne csak a szobán belül, hanem a szobán kívül is, a természetbe is eljussunk, és hogy a természetben és a gyakorlatban is bemutassuk azt, amit az őrsi gyűléseken elsajátítottak a cserkészeink. Fontos az, hogy a térképészeten belül a térképészetet is tudják használni, illetve hogy a természetbe szervezünk programokat, ugyanis a cserkészet az nem a szobán belül történik, hanem a természetben. A rendezvény szervezési feladatainak oroszlán részét a temerini cserkészek vállalták magukra. Az eseménynek a helyi Kókai Imre általános iskola adott otthont. Ez az első ilyen legnagyobb szövetségi rendezvény az idényben, tehát ahogy kijött a tavasz, kijött a szép idő, ki tudtuk mozdítani gyerekeket ugye a házból, az otthonaiakból, és ez miatt nagyon fontos ez a rendezvény, jó programot biztosít nekik, illetve nagyon jó társalgás, hiszen ugye Vajdaság szerte több helyiségből jöttek a gyerekek, jöttek Szabadkáról, Csantavérről, Zentáról, Maltolonosról, Múzsiáról és ugye Temerinek. Egy ilyen rendezvénynek a szervezés az egy-két hónapos szervezést igényel. Körülbelül egy hónappal ezelőtt lett kihirdetve. Fontosnak tartjuk azt, hogy Vajdaság különböző részeit jobban megismerjék a cserkészeink, és egy szabadkai cserkész is ismerje Temerin határait, vagy pedig egy nagybecskereki is ismerje Szabadka határait. Tehát a helyismeret fontos, és hogy mindenhol Vajdaságban tudjon tájékozódni, és ne legyen idegen számára az, hogy hol van Kikinda, vagy hasonló, hogyha rámutat a térképre. A rendezvényen mintegy 130 vajdasági cserkész vett részt. A programot az 1848-49-es Magyar Szabadságharc és Forradalom ihlette. A faluportjára elsőnek a temerini sakál ős indulhatott el a kis cserkészek közül. Útjuk először a helytörténeti múzeumhoz vezetett, ahol egy osztrák katonával találkoztak. Egy osztrák katona vagyok, aki ellenőrzés alá fogja a csapatot venni, átnézi, mi van náluk, melyik félt szolgálják, tehát a 48-49-es szabadságharcnak melyik oldalán állnak. Ugye én mint a császárt szolgálom, ők az én szempontomból felkelőket, az ő szempontjukból a szabadságharcosokat. Az én feladatom az, hogy átnézem a táskába, hogy milyen felszerelésük van a kis cserkészeknek, és te akinek nincs, ugye annak szóljunk, hogy következő alkalommal tegye be, vagy beszéljük meg, hogy miket kell elvinni egy ilyen kis kirándulásra. Tehát a háttere ennek az egész akadálypályának, hogy a gyerekeket tanítsuk, felkészítsük arra, hogy mit vigyenek magukkal, mire készüljenek fel egy ilyen alkalommal. Tehát, hogy a cipő rendben legyen, hogy legyen uzsonna náluk, hogy legyen sapka náluk, hogy az eső bármikor eshet. A kis cserkészek útja ezek után a Kálváriához vezetett, ahol egy rémült asszony várta őket. Én egy rémült asszony szerepét játszom, akinek a határőrök az egész faluját lerombolták, felgyújtogatták, és ezért menekülnöm kell északra, és a bizalmukat kell most kiharcolnom, mert kell tudnom, hogy ők is a pártomon állnak, ugye magyarok-e, és ha sikerült, akkor tovább mehetnek. Az összes rokonomat, mindenkit, és nem tudok sehová menni, és északra kell mennem, de nem tudom, merre van, és annyira meg vagyok rémülve, és nem tudom, hogy mit csináljak, segítsetek rajtam valamit. Biztos, hogy magyarok vagyok? Biztos, hogy biztos. Valahogy nem tudom, nehéz nekem ezt elhinni, és vagy tudtak valamit énekelni, valami magyar nótát esetleg. Által mennék én a Tiszán ladikon, de ladikon. Ott lakik a galambom. Ott lakik a városban, a harmadik utcában. Piros rózsa, kék, ne felejtsi, bolya, nyílik az ablakában.
miután a kis cserkészeknek sikerült kiharcolniuk a rémült asszony bizalmát, sikeresen folytathatták útjukat. Hamarosan egy sérült katonához jutottak el, aki egy levelet vitt magával. Fáj még egy kicsit az ujjam, és mit csináljak? Mi történt vele? Mit csináltál? Hát, amikor vittem a levelet, hogy engem letámadtak az osztrákok, és hogy attól függetlenül, hogy én nem tudom vinni a levelet, ők a hírt tovább kell, hogy vigyék, és hogy el kell jussanak a Szolnok altáborába. Közben, mivel megsérültem, így az alapvető egészségügyi ismereteket is így bemutatták, hogy mennyire ismerik a gyakorlatban a géz, raktapasz használatát, illetve mivel nagyon süt a nap, meg hogy azért a ilyen időben gyakran kap az ember napszúrást, így a napszúrásnak a tüneteit kellett felismerniük, és vizet kell fogyasztanom, illetve, hogy árnyékba menjek, ami igazából arrébb van árnyék, úgyhogy majd átmegyek az árnyékba. És egyébként ez volt magának a keretmesének a vége is. Tehát mi volt valójában ez a cél, ahova eljutottak a gyerekek? A gyerekek a honvéd jelöltek szerepébe bújhattak, és igazából kipróbálhatták azt, hogy mondjuk egy cserkésztábor alkalmával, ahol hasonló tevékenységek zajlanak, egészségügy, cserkésztudás, térképészet, hogy a gyakorlatban itt a természetben, egy ismeretlen terepen hogyan találják fel magukat, illetve ha elmennek kirándulni, akkor az, hogy ha valakinek kidörzsöli lábát a cipő, vagy napszúrás kap, akkor hogyan kell ez ellen cselekedni. A faluportja utolsó állomásánál a kis cserkészek boldogan vették tudomásul, hogy sikeresen teljesítették a feladatokat. Eléggé izgalmas volt mindegyik állomás. A legizgalmasabb ez az utolsó állomás volt. Itt egy bajba jutottan kellett segíteni, akinek fájt a feje, és megtámadták az osztrákok, és be kellett kötni az ujját. Számodra melyik volt a legizgalmasabb állomás? Nekem az első, hogy átnéztek minket, hogy meg-e van minden. És egyébként készültetek erre az útra? Igen, minden hétvégén sokat készülöttünk. Hogyan néztek ki ezek a készülődések? Hát ilyen próbákat is előadtunk, meg sokat gyakoroltunk, meg a füzetbe is sokat lejegyzeteltünk. És most, hogy itt voltatok, megjártátok ezt az utat, milyen érzés? Így képzelted el? Én pontosan így képzeltem el, mert minden úgy volt, ahogy gondoltam. Szeretsz egyébként cserkész lenni? Igen, nagyon. Miért szeretsz cserkész lenni? Miért jó cserkésznek lenni? Azért, mert bírok segíteni másokon. Melyik állomás tetszett a legjobban? Az első. Miért pont az első? Mert átnézte a táskánkat. És minden meg volt a te táskádban? Igen. Mi volt a táskádban? Tenyér, evőeszközök, víz, étel. És segítettetek egy katonán is, igaz? Igen. Hogyan segítettetek a katonán? Hogy megmondtuk, hogy mit kell, hogy csináljam, hogyha fáj a feje, meg beköttöttük az ujját. És hol tanultad meg ezeket, hogyan kell segíteni egy katonát? A cserkészeknél tanultad meg? Kik tanítottak meg? Az őrvezető. A túra befejeztével a kis cserkészek énekelve folytatták útjukat a táborba. Által mennék én a Tiszállani mondani gond el a túlban. Ott lakik a galambom, ott lakik a galambom. A nagy cserkészek keretmeséjét szintén az 1848-49-es magyar szabadságharc és forradalom ihlette, ám az ő útjuk hosszabb volt és nagyobb kihívásokat kellett teljesíteniük. A faluportja számukra a Kóka Imre általános iskola telepi épülete mellett lévő kis erdőben végződött, ahol egy törött lábú katonán kellett segíteniük.
Miután a nagy cserkészek is sikeresen teljesítették a túrájukat, ők is bejelentkezhettek a táborba. Becsapos! Vigyázz! A honvéd jelöltek, mint ahogy láthatjuk mögöttünk, megérkeztek a táborunkba, és egy ilyen alaki kiképzésen vehetnek részt, hiszen ugye jó katonának a fegyelem a legfontosabb, és itt láthatjuk, hogy hogyan fegyelmezzük a katonákat. Arrébb láthatjuk a már fegyelmezett katonákat, tehát ő egyéb programon vesznek részt. A faluportyák, mint ahogy azt a résztvevő fiatalok elmondták, igen izgalmasak voltak. Őrsi órákon vettek részt, mindent tanultak, amit itt át ellenőriznek, és akkor így fejlődni tudnak. Vagy amit nem tudnak nagyon, azt meg tudják most így, hogy mit nem tudnak. És akkor aztán majd pótolni tudják. Számotokra izgalmas egy ilyen akadályversenyen, egy ilyen portyán ugye valójában részt venni? Hát mindenféleképp izgalmas, lehet barátkozni útközben, akármit, meg lehet beszélni dolgokat, meg minden, meg természetben vagyunk és ismerősekkel, úgyhogy nagyon jó, nem unalmas. A portyákban mindig azt tetszik, hogy egy ilyen megjátszuk, hogy valamik vagyunk, hogy most nagy magyar honvédek vagyunk, és akkor egy kicsit játszadozunk, viccelődünk, és minden. Egyébként számodra mit jelent cserkésznek lenni? Hát ez egy ilyen nagy közösség nekem, aki akar valamihez tartozni, az cserkészetre nyugodtan lehet jönni, az mindig lehet új barátokat szerezni, és hát egy nagy jó szórakozás. Nagy cserkésznek lenni jobb, mert több túra van portja, keményebben bánnak velünk, a kisebb cserkészekkel pedig kíméletesebben többet játszanak, kevesebbet kell nekik tanulni. Legalább 2 órát tartott nektek most ez a mai portja. Milyen volt? Izgalmas volt? Hát nekem nagyon tetszett, hogy kellett sétálni sokat, de hogy voltak feladatok, amiket el kellett végezni, és ehhez a tudásunkat tudtuk használni. És hogy teljesített a csapatod szerinted? Sikerült minden akadályon túljutni? Hát igen, szerintem nagyon jól teljesítettünk, már minden akadályt könnyen átmentünk rajtuk. A portyákat követően a cserkészek egy ebédszünet után visszatértek a Kókai Imre általános iskola fő épületébe. Társas és csapatjátékokkal folytatódott a program. A szórakozás és a játékok egészen zászlólevonásig tartottak. A kalandoknak azonban korán sincs vége, hiszen hamarosan itt a nyár, amikor is számos érdekes táborban és programon vehetnek majd részt a vajdasági cserkészek. Azoknak a gyerekeknek, akik szeretnének osztozni és részt venni a kalandos élményekben, a cserkészek azt üzenik, legyenek résen és jelentkezzenek náluk a legközelebbi cserkésztoborzás alkalmával.